Szent László elestének 29. évfordulóján megemlékezést tartottak a szlavóniai faluban. A kommemoráción immár negyedik éve vesz részt Tomo Medved miniszterelnök helyettes, a horvát honvédőkért felelős minisztérium első embere is. Az eszékvédelmi vonalán elhelyezkedő Szent László lakosai falujukat, melyre több ezer lövedék zúdult, 1991. november 24-én kényszerültek elhagyni. A védők 152 napon át tudták tartani a települést, a visszavonulás azonban áldozatokkal járt. Szent László a horvátországi magyarság élni akarásának szimbolikus települése. A földig rombolt falu újjáépítése 1998-ban kezdődött, 2000 végére a lakosok nagy része is visszatért. Azóta november 24-én mindig feltörnek a tragikus emlékek és azokra emlékeznek, akik életüket adták a szabadságért. A hónapokon át tartó heves ostrom 48 halálos áldozatot követelt, 18 személy hollétéről pedig a mai napig nem tudni semmit. A tiszteletükre létrehozott emlékparkban, a katonai és civil áldozatok nevét őrző emlékmű előtt minden évben gyertyák gyúlnak ilyenkor. A legnehezebb órákra Kocsis László, a szentlászlói honvédek parancsnoka emlékezett vissza. Mikor a falu, Ernestin falu elesett, mi akkor gyűrűben maradtunk. Az a négy nap legnehezebb napok, szerintem nekem az életemben 23-a a legnehezebb nap, azért, mert abban negyedik nap védőségből, a gyűrűből, azt tudjuk mind, hogy ez az a legnehezebb védőség, rengeteg sebesült volt, és ma délig 10 halott volt. Eldöntöttük, hogy ki kell menni a faluból. Az idő ilyen volt, mint ma. Ködös kukoricák nem voltak megszedel, nagyok voltak. A legnagyobb probléma az volt, hogy nagy volt akkor a víz. És a sáncsokon mentünk, 3-4 sáncs van oda, a Bobotai kanálisig. Az mind majdnem nyakig volt egy ilyen közbőszerű embernek. Úgyhogy mikor odaértünk a hídra, akkor volt egy nagy meglepődés, mert el volt dűtel. A víz nagy volt, úgyhogy a kerítésből, ami maradt, ahogy felromboltak a hídat, azt tehát valahogy áttettük a vízen, és átmentünk, akik bírtak mászni, bírtak, akik nem, azt meg megköteztek, azt úgy húztuk áttal. Úgyhogy abban kimentünk. Mi nem mondtam, hogy énekem, de soknak is ez a nap, a 23-a legnehezebb, mert itt hattok a falut. Bár azt, ami a faluból maradt, mert 437 ház, az mind le volt rombolva. Az volt akkor mindenkinek a legnagyobb probléma, hogy nem volt kinye elmenni. De el kellett nekünk menni. Segített az Isten, hogy kimentünk. Mert ha mai napon nézek, 29 éve ezelőtt, mi ma mellett nem állnánk. Ha mi a harcosak, akik itt maradtunk, meghaltunk volna a gyűrűbe, akkor Szent Lászlóból soha nem lett volna semmi. Az biztos. A megemlékezést Tomo Medved, a horvát honvédők minisztere is megtisztelte jelenlétével, osztozott a szentlászlóiak fájdalmában, és köszönetet mondott a Horvátországért küzdő magyaroknak a háborúban tanúsított hősi helytállásukért. Neizmérno sem zahvalan svima, ovdje poglavito danas mađarskim ljudima iz reda mađarske manjine u Hrvatskoj. Ovo je toliko snažna poruka zajedništva hrvatskog, mađarskog, ali i drugih naroda koji su živjeli ovdje u Laslovu i koji su dijelili i dobro i zlo. Gradili su svoje obitelji, svoje živote ovdje u ovom pitomom selu i kada je velikosrpska agresija iskazala svu svoju silinu ovdje na Laslovo, možemo to tako reći, brat uz brata, Mađar uz Hrvata, do posljednjeg su branili svoje Laslovo. Nažalost, njih 48 položilo je život za slobodu svoje domovine Hrvatske. 15 još uvijek nestalih i to nam ostaje najveći prioritet, pronalazak i rješavanje njihovih sudbina. A szentlászlóiak helytállásának és áldozatainak emlékéhez méltó volt az idei megemlékezés is.
Az elesettek hozzátartozói, egyesületek képviselői, járási és önkormányzati tisztségviselők helyezték el az emlékezés koszorúit, és gyújtottak mécsest az elhunytak és eltűntek tiszteletére. Szent László novemberben arra a szomorú emlékre emlékeztet bennünket, amelyet 29 évvel ezelőtt az itt élő magyarok kényszerültek átélni. Valóban ez a november a vukovári megemlékezéssel, a Dájhegyel és ma Szent Lászlói megemlékezéssel arra emlékeztet bennünket, hogy milyen fontos a szabadság, milyen fontos az, hogy itt Horvátország területén ma magyarként meg tudjuk élni magyarságunkat, és a mi generációnk feladata az, hogy azt az áldozatot, amelyet az itt élő magyar közösség 1991-ben meghozni kényszerült, meg tudjuk koronázni azzal, hogy egy szebb falut, egy jobb jövőt tudunk építeni. Ezekben az üzenetekben rendkívül fontos, hogy miniszterelnök helyettes úr, Medved miniszterelnök helyettes úr ma is itt van velünk. Sokan gyűltek össze az idei megemlékezésen is, a szervezők bíznak benne, hogy ez az elkövetkező években is így lesz, hogy minél több emberben tudatosuljon Szent Lászlónak a honvédő háborúban jutott fontos, de sajnos szomorú szerepe. Szent László hőseiről nem csak a faluban emlékeztek meg, a szlavóniai település egykori védőiről mindenhol megemlékeztek, ahol elesett katonáik nyugszanak.